várunk, mire gondolunk mi nők, amikor várandósak vagyunk? Hát értelemszerűen mindenki arra gondol, hogy 47-ig leszünk várandósak, ülünk a szép piros nagy gumilabdán, vajúdunk a bordás fal mellett, vagy pedig szimplán sétálgatunk a férjünkkel a kórházi folyosókon. És majd életet adunk egy gyönyörű, 3 vagy 4 kilós, rózsaszín puha, édes babának. Ezzel szemben ma Magyarországon minden 10. gyermek koraszülöttként érkezik a világra. Sziasztok, Földvárina Zsuzsi vagyok, egy 610 grammal született 12 éves kislány anyukája és a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke. Hát miért jöttem ma hozzátok? Szeretnék beszélni erről a probléma halmazról, és arról, hogy mit adott nekem, és hogyan változtatott meg az életem legnagyobb traumája. Tehát ott tartottam, hogy várjuk a gyönyörű, puha, édes 3 vagy 4 kilós babánkat, és ez a várt boldog érzés, ez egyszerűen kipukkad, és szembe jön egy óriási trauma. Ez a trauma maga a koraszülés. Amikor azzal került szembe, hogy a baj nem mindig csak mással történik meg, ez a baj most velem történt. Az én várandóságom az, ami véget ért. Jön az ijegység, a kiabálás, a félelem, a dű, a harag, és ott találod magad egy intenzív osztályon, a gyermekedet egy másik intenzív osztályon, és a kép, ami rózsaszín, az nem rózsaszín, az lila. És nem 3 kiló, hanem 60 deka. És ott átfordul az életed. Képzeld el, hogy az életed egy pohár. Egy üveg pohár, ami tele van várakozással, reménnyel, hittel. Ez az életed, jössz, mész, benne van a kezedben. Majd jön az élet, kicsapja a kezedből, kiömlik belőle a várakozás, az öröm és a hit. Ez a pohár lezuhan a földre, 1000 darabra törik, és te ott állsz, és fogalmad nincs, hogy mi történik. Lerogysz a földre, és elkezded összeszedni a cserepeidet. Hiszen ez a te életed. De ahogy hozzányúlsz, a cserepek széle éles, és megvágja a te kezedet. Neked nagyon fáj az, ami veled történik. Egy idő után már annyira fáj, hogy képtelen vagy hozzányúlni a saját cserepeidhez, a saját életedhez. Akkor észreveszed, hogy vannak még ott emberek. Ülnek még ott a földön mások is, akik ugyanígy szedegetik a cserepeiket. Hiszen mi a cél? Hogy a pohár újra egész legyen. És észreveszed, hogy jönnek emberek, akik leülnek hozzád, vagy legugolnak hozzád oda a földre, és az ő kezükben lévő pohár már félig, vagy egészen össze van ragasztva. És elmondják neked azt, hogy ők hogyan ragasztották össze, ők mit tettek, mi volt az a szuper ragasztó, ami összeragasztotta az ő poharaikat is. És képzeljétek el, ha ő neked segít, az ő kezét, a te csereped éle nem vágja meg. Ha ő neked segít, az ő keze sértetlen marad. Akkor úgy érzed, hogy közeledned kell a többiekhez. Hogy megbeszéljétek mindazt, ami veletek történt. És képzeljétek el, hogy ez segít. A sorstársi érzés, a sorstársi közösség az egyik legerősebb támasz és kapaszkodó akár a koraszülés traumájában is. De mi történik ilyenkor valójában? Hát megtanulsz félni. Félni egy ajtótól. A koraszülött intenzív osztályok ajtaja fehér. Te ott állsz előtte sokat. Rettegsz bemenni, rettegsz ott lenni, mert tele vagy reménytelenséggel és csontig hatoló félelemmel, és bemész, és rettegsz attól, hogy mi vár bent, hogy mi vár az inkubátornál, és hogy aznap milyen ítélet születik az életetekről. Megtanulod a csipogást, a gépek nevét, az értékeket, a szabályokat,
az orvosok a nővérek nevét, megszokod a látványt és a szagot, igen, a szagot, a fertőtlenítő, mindent átitató szagát. És megszokod, hogy szülő vagy, egy olyan szülő, akinek inkubátorban dobog a szíve. De először nem feldolgozol. Először túlélsz, hogy egyáltalán képes legyél azzal szembenézni, ami bent vár rád. Én úgy döntöttem, hogy a közösség felé haladok tovább. Hiszen nekem túl kell élnem. Csak a módot választhattam meg, hogy hogyan. A Koraszülöttekért Országos Egyesület története 2007. decemberéig nyúlik vissza. Akkor döntött úgy pár édesanya, hogy a saját megélt élethelyzetük megoldásait, ha laikus módon is, de megpróbálják átadni. Mi volt fókuszban? A segítségnyújtás és az információ átadás. Segíteni abban, ami nekünk hiány volt, és támogatni azokat, akik ugyanebben a pokolban élnek, mint mi. Nem könnyű. Nagyon nehéz. És akkor szintén a hiányainkból építkezve életre hívtuk a koraszülött.com információs oldalt. Magyarország egyetlen szülők által írt koraszüléssel foglalkozó tematikus honlapját. Mit szerettünk volna vele elérni? Azt, hogy az információk közérthetően, egyszerűen, mindenki számára elérhetően ott legyenek. Szakembereket és szülőket kértünk fel arra, hogy segítsék a munkánkat cikkeikkel és történeteikkel, hogy az olvasott tartalom újabb támasszá válhasson. A virtuális térből végül is 2011-ben léptünk ki, amikor az egyesületünket megalapítottuk. Az elmúlt évek komoly önkéntes munkáról szóltak. Egyesületünk jelenleg 6 lábon áll. De miért nagyon fontos a közösség az információ nyújtáson túl? Nos, a koraság nem múlik el azzal, hogy hazamész a babáddal. A koraság az életed része lesz ezután. Hazamenni a gyermekünkkel a lehető legcsodálatosabb dolog, de egyben félelmetes is, hiszen akire eddig szakemberek hada figyelt, azután az én, a mi felelősségünk. Milyen ijesztő ez! Sokan azt hiszik, hogy a háború véget ért, és itt a győzelem, de a csaták igazából otthon kezdődnek. Szembenézni a sztereotípiákkal, amik bennünket és gyermekeinket is érintik. Mások lettünk. Sokszor ez látszik is. A két legtipikusabb kérdés, ami bennünk is motoszkál, vagy fel is teszik nekünk. Mit tettél, hogy koraszültél? Ő mindig ilyen marad? Innentől fogva a legfőbb feladatunk az, hogy a gyermekünk részére az optimális fejlődéséhez szükséges környezetet biztosítsuk. Itt válsz menedzserré. Tanulsz, fejlesztések után loholsz, a legjobbat akarod. És kik azok, akik most is segítenek téged? Igen, ők, akik ugyanezeket a köröket futották, vagy futják jelenleg is. A Kore családi csoportjában 2000 család van, akik segítik, támogatják, bátorítják egymást. Mit kapunk egymástól? Hitet, reményt, barátságot és bizalmat. Tükröt, amit tartanak. Magunkat látjuk bennük, egyformák vagyunk. Az ő szemükben a saját irtózatos fájdalmat, amit mi már túléltünk, túl vagyunk rajta, és képesek vagyunk segíteni, hiszen a mi kezünket az ő cserepének széle nem vágja meg. Ez a segítség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az édesanyákat érintő szülés utáni depresszió elkerülhetővé, vagy csökkenthetővé váljon. És végül engedjétek meg, hogy elmeséljem, hogy mi a legfontosabb a mi közösségünkben. Az erő, amivel együtt vagyunk, hogy tudunk segíteni. Hogy a mi gyermekünk fotója előtt higgye majd el az az anyuka, hogy ezt túl lehet élni. A megerősítés, hogy elég vagy, és jó vagy. Azért, mert nem tudtad kihordani a gyermeked, jó vagy,
és elég vagy. Beszélgetésekkel segíteni másokon és magadon, hogy majd ott az intenzív osztályon elhinni, hogy majd az én gyermekem fotója előtt állott egy anyuka, és elhiszi, hogy ezt túl lehet élni. És a fotókon átívelő aranyfonál, ami összeköt bennünket, az valóban összeköt bennünket. Hiszen ilyenkor a női erő ezerszeressé válik. Ne feledjétek, ma Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként érkezik a világra. A sorstársaim segítése az én terápiám. Köszönöm.